Na srácok, itt az utolsó Titus Fox videó is. Mindjárt a 9-es pályára ugorjunk egy picit vissza, itt a fáraók otthonába. Kiderül, hogy a rókánk tud a levegőbe liftezni. Nézzetek meg, hozzám nem érek a lifthez, de azért visz föl meg le. Na, de ez csak egy kis kitörő volt, menjünk tovább itt a 10-es pályán, egy kiszáradt kútba. Jaj, beleestem a fosba. Tehát egy kiszáradt kútban vagyunk. És itt már megint. Ez egy elég nehéz rész, itt különleges természeti képződményekkel találkozunk, nevezetesen a vég nélkül lefelé potyogó cseppkövekkel. Az rendben, hogy ott vannak a cseppkövek, de miért kell örökké szünet nélkül? Hát itt is nem nehéz megcsinálni, de ezek a hangok, mint mikor egy XT számítógépbe adathibás lemezt teszel be. Na, de ez már 11-es pálya itt a kis sivatagi városban vagyunk, ilyen ezer egy éjszaka legszebb mesei, ellenfelek vannak ott, a bagdadi tolvaj, aki késsel dobál minket. Esze! Ez az jó pancsali pofát vágott. Aztán hát itt az ezer egy éjszaka mesének megfelelően tudunk itt ilyen jeges felhőkön is mászkálni. Igen, csak a hófelhőre, vagy mi az jég felhőre vigyázunk, mert ráásunk, akkor ugyanúgy meghalunk. És hogy miért kell megcsinálni ezt a pályát? Hát itt ki kell szabadítani egy másik barátunkat, aki valahogy ide keveredett, és itt fogságban van. Olyan, ott van a sima bőrű. Oly, és le is csulázott valamivel. Valami pitypangot köpköd rám. Nem könnyű megcsinálni, mert egy darab kacatunk van összesen, és itt van egy rakás ellenfél. Mondjuk ezt a lebegő vizét, ezt könnyű kicselezni. És itt is van a barátunk, ezúttal nehezebb lesz a dolgunk, mint a 7-es pály. Mindenhova magunkkal kell hurcolni őt. Át a jó csúszós jeges felhőkön, ami még mindig tudunk járni. És hogyha enélkül érintesz meg egy lakatot, akkor elkurtad a pályát. Mert ezzel együtt kell végigmenned a kiáratig. Tehát cipelned kell magaddal a barátodat, és itt van ez a fő ellenfél, ez egy ilyen... Nem tudom, ez egy ilyen arab csávó, aki egyfolytában rád akar seggelni. Jó nagy darab. És ki tud ugrani a falon kívülre is. Aha, jó van. Tehát vidd magaddal a barátodat a ketrecbe, máskor, mert ott ragadsz, akkor is, ha megöld a fő ellenséget. Itt pedig a 12-es pályán vagyunk, a világító toronynál, ahol rengeteg Karib-tenger kalózait kell legyőznünk. Bizony. Róka koma. Vaj, a sok gonosz kalóz, sima bőrű, minket akar. De ez a 12-es pálya egész egyszerű, ez már a 13-as, ami viszont jóval nehezebb. Ilyen csőrület típusú pálya, tehát kusza olajvezeték hálózatba kell mászkálni, és meg kell tálni a kijáratot. Extra bónusz sehol, ellenfelekből viszont elég sok van. De az igazi nehézséget az jelenti, hogy rengeteg cső alján folydogál olaj, és hogyha beleesel, akkor egyetemen kezdheted előről, mert lakatot se nagyon tálni a pályán. Hát ezzel meg fog gyűlni rendesen a bajod ezzel a pályával, hogyha errefelé mész. Mi a megoldás? Meg kell tálni a titkos helyet, ami rögtön a játék legesleg elején van. Itt a pálya elején. Úgy van! Kiugrunk a csőből, és egy ilyen láthatatlan közlekedő úton végigmasírozunk egészen a kijáratig, miközben extra bónuszokat szedegetünk fel megállás nélkül. Így abszolút könnyű lesz ez a pálya is. Na, lássuk az utolsó pályát, a 14-eset, a Going Home. Tehát hazamenetel. Itt a nehézséget, a fő nehézséget az jelenti, hogy nincsen talaj. Tehát az egész pálya a platformok halmazából áll, és hogyha leesel, akkor általában meg is halsz, mert egyszerűen nincs talaj, itt a házak tetején vagy. Titkosságok azért itt is vannak, ezek a hirtelen felugró csillagplatformok. Érdemes szétnézni. Például itt a szőnyek segítségével eljuthatunk egy extra bónuszokkal teli csillag felhőhöz, ahol yeah felirat van kirakva extra bónuszokból. Úgy feltűnnek, hogy mindegyik ilyen kinti pályán éjszaka van? Nem hiba, csak úgy megjegyeztem. No, itt ez egy elég nehéz rész, itt láthatatlan szakadékok vannak. Igen, mondjuk ez nem hiba, mert szánt szándékkal rakták ide, de eléggé próbát teszi az ember türelmét. Aztán itt még több sima bőrű van, és most nézzétek meg, rámegyek a kajlamacskára. Semmi baj nem lesz tőle. Ez hogy lehet? Biztos olyan mélyen alszik, hogy nem ér rá sebet okozni nekem. Nem mindegy, hát ott hagyjuk ezeket a betörőket. Viszik magukkal a nyakláncot, vagy mi az. Na. Itt pedig azt láthatjuk, ahogy megint a levegőbe ugrálunk.
kicsit olyan a 9-es pár emlékeztet, tehát rajta se állunk a rugon, de azért ugrálunk a levegőbe. Itt pedig egy nagyszerű levegő kamrát látunk az ég kellős közepén. Jól van? Hát biztos vannak ilyenek is, nem tudom, én még nem találkoztam egyel se. És most pedig lássuk az utolsó... Nem tudom ezt miért veszik pályának, pedig ez már... Ez itt már csak a finálé, tehát a játék befejezése. Jaj, olyan romantikus. Ott van, összeölelkezünk, szívecske. Szól a zene. Sok mindenféle kaja ott az asztalon, és valami ronybaba is táncolott. Elég rondán van megcsinálva, de ez egy egész szép befejezés. Olyan romantikus. Jaj, ismét együtt vannak. Hazatértek a hosszú útról. Mind a ketten, és the end. Aztán az utolsó kép az készítőket ábrázolja, fekete-fehér fotón. Paintbrush-sal oda kanyarítva a becenevük, gondolom. Tehát ez egy egész korrekt befejezés én szerintem. Tehát semmi probléma nem volt ezzel. Meg ugye az egész játékkal se. Kivéve a 8-as pán azt a bizonyos titkos megoldást. Tehát azt mondom, hogy ez egész jól sikerült. És utána meg kidob a főmenübe. Azt hiszem, emberek, már csak egyetlen egy dolog hiányzik, tudjátok-e mi? Na, az értékeléshez elérve, a játékélmény az nekem nem volt negatívum, kivéve azt a bizonyos 8-as pályát, ahol gyakorlatilag évekre leragadsz, mikor rájössz, hogy itt mi a helyes megoldás, mert lemerem fogadni először mindenki rossz irányba indult el, és csodálkozott, hogy nem tudja végigvinni a pályát. Na hát, komolyan mondom, hogy ezzel tényleg sikerült elérni, hogy a játék az ne legyen pozitív, tehát a játékélmény, de igazából a többi helyen semmi probléma nincs, azok megcsinálhatóak kis gyakorlással. A grafika az hibátlan, stabil vége a grafika. Én nem találtam semmi problémát, nincsenek benne torz grafikák, meg stilisztikai hibák. Na hát a zenék is elég egész élvezhetőek, tehát ilyen aránylag jók, kivéve át a hangokat, ugye, amik eszméletlenül hülyék. Hát 92-ben már volt hangkártya, Sound Blaster. Nem igaz, hogy nem tudtak volna jobbakat csinálni ezeknél. Ez a fingás meg, amikor leütsz egy ellenfelet, eszméletlenül bugyuta hangok vannak. Hát PC speakerrel nincs semmi hang, úgyhogy ez is közepes. Kezelhetőség az itt se nehéz. Van pár gomb, és akkor azokkal boldogulsz. Úgyhogy nem akarom ezt hosszúra nyújtani, ezt az értékelést. Én szerintem ez egy egész elfogadható játék. Akik szerették a Prehistoric 2-t, meg a többi ilyen mászkálós platformjátékot, főleg az ilyen kisebbek, annak be fog jönni én szerintem, úgyhogy nincs értelme lehúzni. Szerintem ez egy egész jól sikerült játék. Megérdemel egy hátba veregetést.